Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. Ősi rituálék. A természetfeletti jelenségek egyidősek az emberiséggel. Amennyire csak vissza tudunk tekinteni az időben, láthatjuk, hogy minden egyes népcsoport végzett valamilyen rituálét, más szóval szertartást. Miért nem a beszéd alakult ki először, hiszen logikus volna, hogy a jobb kommunikációval sikeresebben értethetik meg magukat az emberek. Miért nem a tudományok kezdetleges, archaikus formái bontakoztak ki az emberi evolúció hajnalán? S legfőképpen miért van az, hogy korszakok jöttek-mentek, de az ősi rituálék mindvégig megmaradtak? Az előző emberiség rituáléi. A francia Lascaux, Pekmel, Sauvet barlang, a dél-afrikai Blombos barlang, az olasz Fumane barlang, a német Vogelherd, Hochlenstein Städel, Geisenklösterle és a sváb Jura-hegységben található Hochlefels barlangok méltán bizonyítják, hogy az ősi korok embereinek, szándékosan nem ősembereket mondok, kapcsolatuk volt a mágiával. A felsorolt barlang festészeti remekek ékes példái a roppant fejlett és vitathatatlanul vallási jellegű gondolkodásmódnak. Ezek a minden bizonnyal szent helynek minősülő barlangok örökítették meg az egyes törzsek ősi rituáléit, egyszer mind ezek adják a régészeknek a legnagyobb fejtörést. Miért? Mert az az ősi ember, aki ilyen cizelláltan kidolgozott, a sziklák természetes domborulatait kihasználó és csodálatos színekkel pingált műalkotásokra képes, az nem lehet annyira primitív, mint eddig hitték. Különösen, ha meggondoljuk, hogy 35-25 ezer évvel ezelőtt készült barlangfestményekről van szó. Ezek példázzák, hogy az akkori emberek, az előttünk lévő civilizációk szülöttei mennyire szoros és elválaszthatatlan kapcsolatot ápoltak az égi emberekkel, az istenekkel, a szellemekkel és a földön kívüliekkel. Emlékeiket és élményeiket, nem csak a vadászatot, mint a történelemkönyvek kiragadott példái mutatják, megörökítették, és évezredeken keresztül használták ezeket az amúgy nehezen megközelíthető helyeket. A szimbolikus gondolkodás, amely tehát már képekben, asszociációkban és archetipusokban gondolkodik, ma ismert legrégebbi emléke a dél-afrikai Blombos barlang. Az itt készült barlangfestmények kora becslések szerint 110 és 90 ezer év között lehet. Megjegyzem, a barlangok Délnyugat-Ázsiától a Sziklás-hegységig, Ausztráliától az Andokig, Norvégiától Tűzföldig az alvilág és a szellemvilág bejárataiként funkcionáltak. Nem csak a föld gyomrába lehetett leereszkedni a barlangokból, hanem onnét be lehetett lépni a többi világba, és utazni lehetett a magasabb dimenziókba. Az indiai guruk, a tibeti lámák épp úgy remetességben élik le életük egy részét, mint bizonyos amerikai sámánok és varázslók. Azután szent emberként térnek vissza falujukba, népükhöz, és mint csodatevők és kapcsolattartók a szellemi világokkal, tanítják, gyógyítják és irányítják az embereket. Antik korok rituáléi. Az ókor vallási divatja szerint, ha egy ember gondolatot olvasott vagy szellemeket látott, esetleg látomásai voltak, akkor azonnal kikiáltották a jelenséget természetfelettinek. Csak a korabeli kiválasztottak tudták igazán, hogy itt miről is volt szó. Tianai Apollón, Jézus kortársa például egy boszorkánymester volt, aki, mint minden adeptus, tehát magas rangú beavatott, beválasztott, alkimista szertartásokat végzett. Plotinosz egyszer megérezte egyik tanítványa öngyilkossági kísérletét. Ő úgy vélekedett, hogy ezek természetes adottságok, melyek életre hívásához az emberi természet rejtett erőit kell felhasználni.
Jézus és tanítványai szintén behatóan értettek a varázsláshoz. Tudásuk és szertartásaik nagy részét Egyiptomban és az Essénus rendben sajátították el. Ők behatóan értettek az alkímiához, mely nem más, mint az atlantiszi civilizáció mágikus tudásának emberekre átültetett változata. Rituáléi a természetben megbúvó erőket, tegyük hozzá, rejtett erőket mozgatják meg. Így az ásványok, a kristályok, a fémek, a növények, az állati és emberi részek által begyűjtött és felhalmozott energiákat használják fel. Az egyiptomi, a babiloni, de a későbbi korok beavatottjai is képesek voltak például hold tükrözésre, amely úgy nézett ki, hogy a teli hold energiáit egy tál vízbe fogták be, és azt használták fel utána gyógyításra vagy egyéb szertartásokhoz. Hétköznapi rituálénak számított, hogy Isten szobrokat helyeztek el otthonukban, illetve házi oltárokat emeltek. Szinte minden ókori ember viselt magán valamilyen istenséghez vagy természetfeletti hatalomhoz kapcsolódó amulettet, mely megvédte tulajdonosát az utazásai során, a munkájában, és elhárította a bajokat és az ártó szellemeket. A középkor rituáléi. A középkor nem is volt annyira sötét, mint amilyennek beállították. Nagyon komoly, spirituális hatások érvényesültek, és indultak világkörüli hódító útjukra akkoriban. A dogmatikus vallási szertartások nem ősi, sokkal inkább emberek alkotta formái voltak az isteni és természetfeletti erők segítségül hívásának. Ellenben a különféle térségekben más és más néven ügyködő boszorkányság híre mindenhol ismert volt. A norvég folklór például ismeri az oszkorej elnevezést, mely szó szerint vadászatot jelent, és nem kimondottan a boszorkányok megjelölésére használták. Mégis a vadászat vezetője mindig egy nő, aki fényesnek neveztetik. Viharos éjszakákon az oszkorej társaság végigvonult az égen, a nemrégiben elhunytak teste után kutatva. Ha gazdátlan lélekre lelnek, akkor magukkal viszik a testét, és egy égő fáklyát hagynak maguk után azon a helyen, ahol a test eredetileg feküdt. Külön kuriózumként említem a venefikát, magyarul a mérgező mestert. Johannes Trithemius 1555-ben írt Antipalus Maleficorum című könyvében olvashatjuk, hogy különbséget kell tennünk az ördöggel szövetségben álló boszorkány és az ártalmas főzeteket készítő venefika között. A venefika, vagyis a méregkeverő nő elnevezése azokból a rituálékból ered, amelyre Trithemius bencésrendi apát lett figyelmes. Feltűnt neki, hogy bizonyos asszonyok gyógynövényekből és egyéb szabadon termő növényekből különleges főzeteket tudnak kotyvasztani. Az apát veszedelmesnek ítélte ezeket a löttyöket a keresztény hívőkre nézve. Az egyháziak szakzsargonját és jártasságát mutatja már maga az elnevezés is, amely a veneficumból ered, mely kimondottan egyházi eredetű kifejezés, s megkülönbözteti az egyszerű szerelmi bájtalkeverőket az ördögi, illetve alkimista eszközökkel bájolóktól. A venefikáról az a hír járta, hogy gyógyítani és ölni egyaránt tudnak a kotyvalékaikkal. Kérdem én, ez ma nem szint úgy igaz egy gyógyszerészre? Miért kell rögvest az ölésre gyanakodni, ha valaki gyógyfüvekhez nyúl és főzeteket készít belőlük? A középkor rituáléi között sok a véres és elrettentő példa. A boszorkány szó olaszul strega. Ez úgy alakult ki, hogy még az ókorban a Strix egy mesebeli lénynek számított, amelyről úgy gondolták, hogy a rossz előhírnöke és a vámpírokhoz hasonlóan emberi véren él. A szó görög eredetű és baglyot jelent. A Strix legendája a középkorban továbbra is fennmaradt. Ebből alakult ki a Strega. A Strega így vált egy olyan vérszívó nővé, aki az éjleple alatt tevékenykedik és képes rikoltó bagollyá változni.
A keresztény egyház ezeket a teremtményeket nem szimplán boszorkányoknak tartotta, hanem olyan démonoknak és ördögi megszállottaknak, akik éjjelente rendszeresen összegyűlnek, és erdők titkos rejtekén titkos szertartásokat végeznek. Ezen rituálék legnevesebbike a sabbat vagy szabbat. A boszorkány rituálék erejéről legendák keltek szányra. Például olyanok, hogy gyermekek vérét szívják, s ha elátkozzák a férfiakat, akkor a férfiak nemi szervei elsorvadnak. Máig ható ősi szertartások. Egyik legtipikusabb és legmisztikusabb ősi szertartás, melytől a mai napig rettegnek, vagy legalábbis megborzonganak az emberek, a szemmelverés. Egyetlen pillantásával megbájolja az embert a boszorkány, akit ezért a tettéért a fascinatrix, vagyis az elbűvölő névvel illettek. A pillantás valóban sok mindenre képes. Valósággal megdelejezi az embert. Hipnotizálni képes, és rontásokat is lehet küldeni általa, hogy a gondolatolvasásról ne is beszéljünk. Szemmel verni annyi, mint átkot helyezni valakire. Itt az a furcsaság áll elő, hogy látszólag semmilyen szertartást vagy rituálét nem végez el a boszorkány, miközben a szemmel verést végzi. Valójában azonban arról szól a történet, hogy a rituálé nem a fizikai síkon megy végbe, hanem a láthatatlan síkok valamelyikén. A bosziknak azt a képességét, amellyel ártani tudnak, vagy komoly károkat tudnak okozni, az egyház Maleficum néven ismeri. Ezért is használtak mindenkorban szemamuletteket az ártalmas nézésű személyekkel szembeni védelem gyanánt. A szem igazából a lélek tükre, mivel a szemek az egyetlen olyan energiacsatornák, amelyek közvetlenül kötik össze a külvilágot a lélekkel. Így a szemeken bejuttatott információk egészen a lelkünkig hatolnak. Ezért lehet könnyű dolguk a boszorkányoknak, ha valakit szemmel kívántak verni. Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!